Épületenergetikai korszerűsítés, 66 millió forintból újult meg a Fehérgyarmati Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya. Korszerű belvízelvezetés, több mint 56 km hosszú csatornarendszert újítanak fel, de rekonstruálnak 73 műtárgyat és 3 vízpótló csatornát is építenek a megyében. Megyei védőnői konzultáció. Országos felmérés keretében vizsgálják a különböző területek béreit, amely egy egységes bértábla alapjául szolgál majd. . 66 millió forintból újult meg a Fehérgyarmati Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hivatal épületének energetikai korszerűsítése annak a programnak a része, amelyben több mint 20 intézmény újul meg. Fehérgyarmaton 2 épületet érintett a rekonstrukció, és még egy éven belül letehetik az új járási hivatal alapkövét is. Napelemmel is gazdagodott a Fehérgyarmati Járási Hivatal. Az intézmény energetikai korszerűsítésének ez csak egy része. Új kazánt és nyílászárókat építettek be, és a radiátorok közül is sokat kicseréltek korszerű, energiatakarékosabb változatra. Nem egyedülálló ez a korszerűsítés a megyében. Összesen 29 épület újul meg 1,7 milliárd forintos forrásból. Ez egy nagyon komoly előrelépés a megye egészét érintve. Maga a forrás is egy rendkívüli komoly forrás, másrészt pedig az épületünknek egy jelentős része azért sokkal jobb körülmények között lesz képes fogadni az állampolgárokat. Ezzel azonban mi még nem állnánk meg, mert újabb pályázati lehetőségek vannak napelemeknek a felszerelése például a kormányhivatalokra, és szeretnénk ezekben a programokban is részt venni. Az előzetes számítások és a korábbi tapasztalatok szerint 25-30%-kal kevesebb energiát használnak fel a felújítás után az intézményekben. A legtöbbet a fűtésen tudnak spórolni. Egy ilyen korszerűsítés után akár 40%-kal kevesebbet kell erre költeni. A beruházások kapcsán figyelnek arra, hogy a munkák jelentős részét helyi vállalkozók végezzék el. Országosan több mint 1000 milliárd forintot költenek ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekre jövő év végéig. A környezeti és energiahatékonysági program összesen egész országban, mint uniós program, meghaladja az 1100 milliárdot. Ebben nem csak az épület energetikai korszerűsítés található, hanem a hulladék gazdálkodással kapcsolatos, a vízgazdálkodással kapcsolatos, a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeket is tudja támogatni ez a program. És ezen kívül a kormányhivatalokra vonatkozóan még a 74 épület az megközelíti a 20 milliárd forintot, amit erre fordítunk. Tehát összesen a úgynevezett kehopos programból 25 milliárd, a hazaiból pedig 20 milliárd forint, ebben a 14-18-as ciklusban, és ezzel a 1600 épületnek a 30%-a újul meg. A foglalkoztatás osztályra 66 millió forintot költöttek Fehérgyarmaton, a jövőben azonban további fejlesztések indulnak, és várhatóan még az idén letezik az új járáshivatal alapkövét is. Fehérgyarmat azon kevés városok egyike, ahol együttműködött eddig, még egy épületben dolgozott a járási hivatal és a polgármesteri hivatal, vagy pontosabban a járási hivatal egy jelentős része és a polgármesteri hivatal, és nyilván az az épület az kinőtte magát, tehát muszáj volt új helyen egy új épületet építeni, és az, ennek az építkezési munkálatai kezdődnek meg. Ez a miniszterelnökségtől egy egyedi támogatási keret formájában kapta meg a járás a támogatást. A Fehérgyarmati átadón kiemelték, a korszerűsítések jelentős megtakarítás mellett azért is fontosak, mert ezzel tovább javult az ügyfelek kiszolgálása, és gyorsabban válhat az ügyintézés is. Több mint 56 km hosszú csatorna rekonstrukció, 26 vízvisszatartó műtárgy építése és további 73 felújítása. Többek között ezeket tartalmazza az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közös beruházása. A projekt összesen 1,2 milliárd forintos hazai és Európai Uniós forrásból valósulhat meg jövő év szeptemberére. A tájgazdálkodási fejlesztés célja a megfelelő belvíz elvezetés. Az elmúlt 10 évben a vízgazdálkodási fejlesztések középpontjába került a Beregi térség, közölte a Feti Vízig műszaki igazgató helyettese Tarpán. Ez több beruházás is bizonyítja, ilyen például a 2010-ben elkezdett árvízvédelmi töltésfejlesztés Gergely-Jugornya és Lónya között. A 2015-ben átadott Beregi árapasztó tározó, amelynek 58 millió köbméteres tárolókapacitása van.
elindult most ennek a tározós projektnek a végső befejezéseként, hiszen a tájgazdálkodásnak a legelső elemeit még az árapasztási projekt tartalmazta, tehát ennek a befejezéseként a tájgazdálkodási projekt. Alapvetően a tájgazdálkodás azt a célt szolgálja, hogy a táji értékeknek a megőrzése valósuljon meg, és itt főképpen a vízzel alapozott tájgazdálkodás fog megvalósulni. Ezeknek a vízi infrastruktúrája, azoknak a feltételei épülnek ki ezen projektnek a keretében. A cél a megfelelő belvízelvezetés. A projekt kialakításánál az árhullámmentes, aszályosabb időszakokra is gondoltak. Ennek érdekében két szivattyúzási helyet is kiépítenek. Egyet Tivadarban, egyet pedig Tarpán, tette hozzá Kató Sándor. A következő időszakban több mint 56 kilométer hosszú csatorna rendszert újítanak fel, de rekonstruálnak 73 műtárgyat, és 3 vízpótló csatornát is építenek a megyében. Ezek célja a berekben keletkező belvizek visszatartása, a megfelelő vízpótlás és a talajvíz szintek emelése. A berek teljes területét érinti majd a beruházás, Lónyától Tarpáig korszerűsödik a hálózat. Ennek köszönhetően létrejön az optimális területhasználat, a megfelelő vízkormányozás, de a természetvédelmi értékekre is figyelnek a feti vízik fejlesztésénél, illetve turisztikai és rekreációs célokat is szolgál. Végül is fontos volt ez régebben is, de egyre inkább előtérbe kerül a megfelelő vízhasználás, vízfelhasználás, annak érdekében is, hogy a meglévő talajvízszintek nagyon lecsökkentek, és ennek a pótlását is szolgálja ez a beruházás. A mostani beruházás a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében összesen 1,2 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. A projekt nyitó rendezvényén a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, vissza a természethez jelszóval jellemezhető a most indult projekt, ugyanis ez nem csak a vízügynek fontos. Ezek kiemelten fontos fejlesztések, és hogyha mondhatom úgy, akkor a legfontosabb az pedig a szemléletformálás is, amelyet megvalósítanak, hiszen itt ezekkel a fejlesztésekkel azért egy kicsit másképpen kell gondolkodni majd itt a mezőgazdasági termelésről, főleg itt a beregi vidéken, a szatmár-beregi vidéken, mert azért ez régen egy lápos, mocsaras vidék volt, amelyre főleg az állattenyésztés volt jellemző, illetve az állattenyésztéshez kapcsolódó mezőgazdasági növények termelése. A beruházás kivitelezése már elkezdődött, várhatóan 2018. szeptemberében befejeződik a munka. 2010 óta 17,7 milliárd forintról 25 milliárd forintra nőtt a védőnői szolgálatokra fordított összeg Magyarországon, novembertől pedig 33 ezer forinttal nő a havi finanszírozási díj minden területi védőnői szolgálatnál. Most országos felmérés keretében vizsgálják a különböző területek béreit, amely egy egységes bértábla alapjául szolgál majd. Az országos konzultáció 11. állomása szerdán Nyíregyháza volt. A magyaridők.hu egy augusztus végi cikkében összegezte a védőnők helyzetét Magyarországon. Ebben az olvasható, hogy az elmúlt 7 évben 7 milliárd forinttal nőtt a védőnői szolgálatokra fordított összeg, és novembertől újabb 33 ezer forinttal nő a havi finanszírozási díj minden területi védőnői szolgálatnál. A jelenlegi anyagi juttatások nem csak országosan eltérőek, a megyei bérek is különbözőek. A fenntartók, az önkormányzatok helyzete is különböző. Ebből a szempontból a megyeszékeny Nyíregyháza sokkal jobb adottságokkal rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy itt Nyíregyházán a védőnők munkáját az anyagi elismerés is beleértve az országos átlaghoz képest jobban tudjuk segíteni. De teljesen más egy megyeszéli kis település helyzete, önkormányzat helyzete is. Én azt remélem, hogy ez a kormányzati támogatás, ami folyamatosan érezhető, ez egységesíteni fogja, illetve a legkisebb településeken dolgozó védőnők helyzetét is, munkáját is segíteni fogja az anyagi elismerést, a fizetést illetően is. A különbségek felmérésére júniusban egy országos konzultációt indítottak el, melynek 11. állomása szerda délelőtt Nyíregyháza volt. Az eseményen nem csak nyíregyházi védőnők voltak jelen, hanem a megye távolabbi kisebb településeiről is érkeztek szakmabeliek. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert így nem csak az országos és megyei bérkülönbségeket tudták felmérni, ami majd egy egységes bértábla alapjául szolgál, hanem más problémák és azok megoldásai is felmerültek.
Így például szóltak az új egységes informatikai rendszerről, az adminisztrációs terhekről, valamint a továbbképzési lehetőségekről. Én úgy érzem, hogy ez a konzultáció egyre hatékonyabb és egyre konstruktívabb. A mai állomás is abban erősít meg, hogy nagyon fontos, hogy itt legyek, hogy eljöjjek, hogy lássam, halljam, a kolléganők is lássanak, halljanak, és azonnal tudjunk reagálni egymás felvetéseire, problémáira. Nagyon jól összefoglalták a általánosságban is a gondokat, problémákat, illetve csak a megyére vagy a városra jellemző gondokat, problémákat. Kész kérdésekkel és kész megoldási javaslatokkal jöttek. Úgyhogy számomra nagyon élvezetes volt, hogy nem csak a problémákat sorolták, hanem a problémákra adandó megoldási javaslatokat is mellé tették, ami azt jelenti, hogy az itt kapott információkon építkezve egy nagyszerű rendszert lehet létrehozni. Jelenleg 161 ezer forint a minimum, amit egy védőnő megkap, ezen felül viszont mindenki rendelkezik táblagéppel, bérlettel vagy gépkocsi költségtérítése, és a továbbképzést is finanszírozzák számukra, hangzott el a sajtótájékoztatón. A megyei és nemzeti értékek népszerűsítése a célja a második alkalommal meghirdetett helytörténeti vetélkedőnek. A megmérettetésre a megyében működő általános és középiskolák jelentkezhetnek. A vetélkedő döntőjét decemberben rendezik Szabolcs községben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Megyei Értéktárbizottság és a Vidékkincse Egyesület szervezésében második alkalommal hirdeti meg a megyei általános és középiskolás diákjai számára a helytörténeti vetélkedő Értékes Barangolás 2017 című vetélkedő sorozatát. Tavaly nagy sikert aratott a megmérettetés a megyében, a Tiszaszalkai Általános Iskola pedig országos döntőbe is szép eredményt ért el. A tavalyi rendezvényünk, az Értékes Barangolás vetélkedő, az hatalmas siker volt, nem csak megyén belül, hanem nyugodtan mondhatom, hogy országos szinten is olyan eredményeket értek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok, amelyekre méltán lehetünk büszkék, hiszen megemlíthetjük, hogy például a Tiszaszalkai Általános Iskolások második helyezést értek el az országos döntőbe, úgyhogy erre külön büszkék vagyunk. És nagy volt az igény az iskolák részéről, illetve azon csapatok részéről, akik korábban már részt vettek, hogy ők szeretnék ismét megmérettetni magukat. És természetesen a megyei önkormányzatnak, az értéktárbizottságnak is kitűzött célja volt, hogy ezt a sikeres vetélkedőt ezt mindenképpen folytatni fogjuk ebben az évben is. A vetélkedő célja, hogy a fiatalok jobban megismerkedjenek a megyei és a nemzeti értékeinkkel. Maga a feladat az természetesen egyrészt a megyei értéktárban szereplő értékek köré összpontosul, amelyben most már 94 értéket számlálunk, és természetesen a 2012. évi 30-as törvény is alapját adja majd a kérdéseknek, illetve azon hungarikumok, amelyek szerepelnek már a nemzeti értéktárakban. Úgyhogy bízunk benne, hogy a felkészülési segédlettel együtt, illetve a plusz tudással együtt, amelyet már akár korábban, akár pedig most meg fognak szerezni a jelentkező csapatok, megint egy nagyon színvonalas és nagyon élvezetes döntőt, illetve vetélkedő sorozatot fogunk tudni lebonyolítani. A versenyfelhívásokat már kiküldték az általános és a középiskolások számára. A vetélkedőre az intézmények ötfős csapatokban jelentkezhetnek. November 15-én egy online fordulóval kezdődik a megmérettetés. Az internetes feladatok eredménye határozza majd meg, kik juthatnak tovább a december 13-ai döntőbe, melynek idén Szabolcs község ad otthont. Liba szépségverseny, liba zsíros kenyér és forralt bor. Idei utolsó nagy rendezvényéhez ért a Sóstói Múzeumfalu, a Mártonnapi Vigassághoz. A már megszokott programokon túl ebben az évben egy különlegességgel is készülnek a szervezők, ugyanis olyan helyekre léphetnek majd be a résztvevők, amelyek a normál látogatási időben elzárt területként működnek. A hagyományok megismertetése és életben tartása. Ez a célja a szombati Mártonnapi Vigasságnak, ami már hagyományosan a Sóstói Múzeumfalu évadzáró nagy rendezvénye. A Nyíregyházi az ország második legnagyobb skanzenje, így nem csoda, hogy a megye határon túlra is elért már a rendezvény híre. Nagyon fontos az, hogy a híre ne csak a városban terjedjen, hanem a régióban, vagy lényegében a Dunától keletre eső részekben is. Azért is, mert a Múzeumfalu most a harmadik év az, amikor egyfolytában magasabb bevétellel és magasabb látogató számmal számol. Azt gondolom, hogy ezek a hagyományok, ezek a népi hagyományok, amelyek megjelennek mondjuk Szent Márton szentnek a tiszteletén, vagy a hozzáköthető hagyományokon keresztül is, ez a gasztronómia, vagy ez a
játék hagyomány, ami hozzá kapcsolódik. Az nagyon fontos, hogy ne csak az újjal, ne csak a modern mobil világgal ismerkedjünk, hanem tudjuk meg azt is, hogy a nagyszüleink, dédszüleink hogyan éltek, hogyan ünnepeltek november 11-én. A hagyományok megismerésén túl a gasztronómia is fontos szerepet kap a rendezvényen. A szervezők kemencében sült kelt tésztákkal, sült tökkel, almával és krumplival, forralt borral és teával, valamint libás ételekkel várják a hagyományos ízek kedvelőit. Ezen túl pedig egy különleges lehetőséget is biztosítanak a látogatóknak. Néhány házba be fogunk fűteni, és igazából az a különlegessége ennek a napnak többek között, hogy olyan terekbe, vagy azokba a terekbe is beengedjük most a látogatót, amit egyébként normál látogatás alkalmával, zsinórral elzárjuk, és nem léphet be abba a szobába, amiben mi most be fogunk fűteni, és leülhet a látogató, kipróbálhatja, milyen egy kemence mellett ülni, vagy a kemence patkán ülni, amikor ott fűtés van a kemencében. De ezen túlmenően ilyen hagyományos tevékenységet, amit téli időszakban szoktak végezni, hogy tengerit mózsolnak, nálunk is mózsolhatnak, és a cserépkája mellett ülve mesét hallgathatnak. A színpadi programok mellett ünnepi istentisztelet, liba szépségverseny és lúd tollal írás is várja a látogatókat november 11-én a Mártonnapi Vigasságon a Sóstói Múzeumfaluban. Második alkalommal rendezték meg Nyíregyházán az ötvös kupát. Az U14-es korosztály nemzetközi kosárlabda tornáján 5 hazai együttes mellett 3 határon túli csapat is képviseltette magát. Az első helyet a Nagyvárad szerezte meg, a nyíregyházi ötvös a 6. lett. A Nagyvárad és a Szolnok játszotta az ötvös kupa döntőjét vasárnap Nyíregyházán. A nemzetközi U14-es kosárlabda tornán 5 magyar csapat mellett 3 határon túli együttes is részt vett. A Nagyvárad mellett Kassáról és Újvidékről érkeztek még csapatok. A megmérettetés rangját mutatja, hogy a nyíregyházi ötvösön kívül valamennyi magyar együttes akadémiai csapat volt, a nagyváradiak pedig eddig veretlenül állnak az Európai Ifjúsági Bajnokságban. Szerintem bátran mondhatom azt, hogy a Tiszántúlon, vagy azt mondom, Dunán innen a legjelentősebb U14-es nemzetközi kupa, ez az ötvös kupa most már. Mindenki azt mondom, hogy a legmagasabb elismeréssel beszélt a rendezésről, a tornáról, a színvonalról. A bajnokságnak most az a szakasza van, amikor letelt a bajnoki szezonnak az egynegyede, és ez ilyenkor ebben az őszünetben nagyon jó csapatösszekovácsoló, nagyon jó versenyzési forma mindenkinek. A kupa a csapatoknak egyfajta erőfelmérő is, hiszen nem csak saját bajnokságuk csapataival küzdhetnek meg. Nagyon fontos, hogy ilyen tornák legyenek, mert ebbe a korosztályban, hogyha a csapatok nem játszanak csak a saját bajnokságukba, hozzászoknak ahhoz a játékhoz, amit ottan használnak, és ilyenkor, mikor kijönnek egy ilyen tornára, találkoznak más színvonalas csapatokkal, akik mást játszanak, és nagyon sokat tanulnak, és rettentő jó eredményeket hoz utána a saját bajnokságukba. A kupát rendező ötvös József iskolában nagy hangsúlyt helyeznek az oktatás mellett a sportra is. Ezért is fontos, hogy egy ilyen nemzetközi kupának ad otthont az intézmény. Én intézményvezetőként magam azt vallom, hogy egy ilyen nagyságrendű intézménynek 2-3 versenysportban meg kell jelenni, színvonalasan meg kell jelenni a iskola használata a szakmai közvélemény előtt. Nálunk ez az elmúlt évtizedeket tekintve a tornasport, a gumiasztal és a labdajátékok, a labdajátékon belül pedig mind a férfi, mind a női szakákban, a fiú, a lány szakákban a kosárlabdát jelenti, és nagyon szép eredményeket értünk el országos és hát nemzetközi szinten is. A döntőben a Nagyvárad győzedelmeskedett a Szolnok felett, így jövő lett az első hely. A második Szolnok mögött a 3. helyen az Újvidékiek végeztek. Az ötvös csapata a Kassa ellen tudott győzni, és végül a 6. helyet csípte meg. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 66 millió forintból újult meg a Fehérgyarmati Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya. A hivatal épületének energetikai korszerűsítése annak a programnak a része, amelyben több mint 20 intézmény újul meg. Fehérgyarmaton 2 épületet érintett a rekonstrukció, és még az éven letehetik az új járási hivatal alapkövét is.
több mint 56 km hosszú csatorna rekonstrukció, 26 vízvisszatartó műtárgy építése és további 73 felújítása. Többek között ezeket tartalmazza az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös beruházása. A projekt összesen 1,2 milliárd forintos hazai és Európai Uniós forrásból valósulhat meg jövő év szeptemberére. A tájgazdálkodási fejlesztés célja a megfelelő belvízelvezetés. 2010 óta 17,7 milliárd forintról 25 milliárd forintra nőtt a védőnői szolgálatokra fordított összeg Magyarországon, novembertől pedig 33 ezer forinttal nő a havi finanszírozási díj minden területi védőnői szolgálatnál. Most országos felmérés keretében vizsgálják a különböző területek béreit, amely egy egységes bértábla alapjául szolgál majd. Az országos konzultáció 11. állomása szerdán Nyíregyháza volt. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 8-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongos időre számíthatunk kisebb esővel. Sekélyciklon oklúziós frontja befolyásolja időjárásunkat. Csütörtökön a front távolodik, kissé hidegebb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszakán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Néhol gyenge eső is várható. A keleti, majd a változó irányú szél mérsékelt marad. Reggel általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég. Gyenge eső több helyen is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Alapvetően felhős időre készülhetünk a következő napokban. Pénteken és szombaton a szakadozott felhőzetből csak néhol lehet gyenge eső. A nap is kisüthet rövidebb időszakokra. Erre nagyobb esély pénteken van. Vasárnap újra beborul az ég, és a jövő hét elején sem számíthatunk napsütésre. Minden nap várható csapadék. Hétfőtől a magasabb hegyeken már havas eső, hó sem kizárt. A csúcshőmérséklet a hétvégén még 10 fok közelében, hétfőtől már az alatt marad, és visszatérnek a hajnali fagyok is.